Nem elegendő a csapadék, kevesebb területen termesztenek repcét és kalászosokat a megyében az aszály miatt. Milliárdos áramhálózati beruházás, üzembiztonság és a lehető legkevesebb szolgáltatás szünet, ezek a főbb céljai a fejlesztésnek, amit a napokban kezdtek el a megyében. Csipkés gyöngyvessző, különleges, eddig kihaltnak hitt növényt találtak Újfehértó határában. Kevesebb területen termesztenek repcét és kalászosokat a megyében az aszály miatt. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! Volt olyan gazda, aki be is szántotta az őszi vetését, annyira silány volt a minőség. Erről a gyulatanyai fajtakísérleti állomás mai rendezvényén szóltak a szakemberek. Itt bemutatták azt is, milyen lehetőségek vannak a hozamok növelésére. A rendezvényen elhangzott, továbbra is május 17-e a területalapú támogatások igénylésének határideje. Ezek a kísérleti parcellák gyulatanyán találhatók. Szépen nőnek a növények, még a tavalyi kedvezőtlen időjárás ellenére is. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében azonban a korábbi évek átlagaihoz képest jelentősen csökkentek az idei kalászos és repcetermő területek. Sok helyen be is szántották a tavaly elvetett silány minőségű repceföldeket. Az őszi vetésűek. Erre nem volt kedvező az időjárás, tavaly évben így csökkentek a területek. Összességében 7000 hektárra vetettünk őszi kalászost, és köztük a repcét is kevesebbet az átlagostól. Ez a repcén egy körülbelül 2000 hektárral kevesebb. 7000 hektár körül szoktunk vetni minden évben, és most 5000 hektár körül van, és még a búza olyan, ami ilyen nagy arányban csökkent. 27000 hektár szoktunk elvetni, és most 22000 hektár körül van. Összességében ilyen 55000 hektár szoktunk vetni, és most egy ilyen 48-49000 hektár van az őszi kalászosokból. A gyulatanyai fajta kísérleti állomáson az időjárási károk elkerülése és a növényvédelem hatékonyságának növelése érdekében több parcellán is kísérleteket végeznek. A vizsgált szerekkel például a tavalyihoz hasonló aszályos évben is növelhető a terméshozam. Különböző hozamnövelő, termésnövelő szereket alkalmazunk a repcébe is, illetve a búzákba is. Ez úgy történik, hogy az adott cégek elhozzák, megmutatják a technológiát, hogy hogy kell kipermetezni, mikor, milyen dózisba kipermetezzük, és hagyunk kontroll, azaz kezeletlen parcellát, és nyáron, mikor van a betakarítás, akkor bemérjük ugye mind a kettőt, és így a kettő közti különbségből adódik, hogy mennyivel többet terem így a hozamnövelővel kezelt terület. Illetve a lomtrágyáknak azért van jelent, hogy ebbe az évben is például így gyulatanya március 8-án volt 15 mm csapadék, azóta semmi nem hullott, és a szemcsés formába kijutatott tápanyag nem oldódik, tehát nem tudja felvenni a növény a levélen keresztül, pedig egyből tudja hasznosítani. A rendezvényen a gazdák az éppen aktuális pályázati lehetőségekről és a legfontosabb határidőkről is tájékozódtak. A területi támogatás igénylés beadásának a határideje pillanatilag még május 17-e. Sajtóközleményben ugyan megjelent, hogy valószínűleg ez a határidő kitolása fog kerülni 23-áig, de még a rendelet nem jelent meg, tehát egyelőre én nem tudok másat mondani, csak azt, hogy május 17. Illetve a fagykár bejelentéssel kapcsolatban is a 27/2014-es FM rendelet nem került még módosításra, ami viszont a káresemény bekövetkezése utáni 15 napon belüli bejelentési kötelezettséget írja elő a termelők részére. Kovács Lajos elmondta, folytatódik többek között a kertészeti és az ültetvénytelepítési pályázatok, a gombaházak, gyógynövénytermesztők és az élelmiszeripari feldolgozók támogatási igényeinek beadása is. Üzembiztonság és a lehető legkevesebb szolgáltatás szünet. Ezek a főbb céljai annak a több mint 2 milliárd forintos áramhálózati beruházásnak, amit Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a napokban kezdtek el. A legtöbb helyen közvilágítási kábelt cserélnek, valamint kis- és középfeszültségű hálózatot építenek át. Ez összesen 282000 fogyasztót érint a megyében. Már zajlanak a munkálatok a Kalevala sétányon Nyíregyházán. Itt 18,5 millió forintos közvilágítási kábelcserét végeznek a szakemberek. Az egyik legnagyobb közműszolgáltató összesen 2 milliárd 20 millió forintos, 235 projektből álló beruházásba kezdett a megye székhelyen és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye több településén. A vállalat nyíregyházi vezetékszakasza 1700 kilométeres, a megyei hálózat ennek sokszorosa 9800 kilométer.
Nyíregyházán 340 millió forintot, a többi településen további 1 milliárd 670 millió forintot fordítanak a fejlesztésre. Amit ki tudok emelni, az két település, az egyik Tisza-Adony, itt szinte a teljes közvilágítási hálózatot át fogjuk építeni, a másik település pedig Tisza-Kerecseny, itt is nem a teljes hálózatot, de a hálózatnak egy jelentős részét fogjuk átépíteni. A hálózatfejlesztés során az ügyfelek igényeire is figyelnek, erre éves szinten 500 millió forintot fordít a szolgáltató. A meglévő hálózatunkra is fordítunk összegeket, hiszen biztosítanunk kell az ellátás folytonosságát. Ennek érdekében különböző hálózati fejlesztéseket hajtunk végre. Hogy ezeket hol kell megtenni, erre nekünk diagnosztikai módszereink vannak, hiszen nagyon sok helyről kapunk információt, a hálózat bejárásaink, az üzemzavarok, a fogyasztói jelzések kapcsán, és ahol látjuk, hogy szükséges a beavatkozás, akkor ezeket előkészítjük és elvégezzük a korszerűsítéseket, a technikai eszközök fejlesztését. Ez már a Honfoglalás utca, itt is kábelcsere lesz, amire közel 15 millió forintot költenek. A megyében összesen 53 ezer lámpatestet üzemeltet a szolgáltató, amely a városvezetéssel is egyeztetett a napokban kezdődő munkálatokról. Az elmúlt hetekben többször volt egyeztetés, találkozás a szakemberek között, remélem ennek a pozitív hatása érezhető. Egyrészt úgy, hogy összehangolt fejlesztések lesznek, tehát felesleges egy zavarkeltés nem lesz a lakosság felé. Másrészt ezek a beruházások minél hamarabb, tervszerűen ütemezve, a legkisebb probléma okozással történnek meg, és a beruházás utáni helyreállítás is teljesen eredeti állapot szerint lesz. Én nagyon remélem, hogy a nyíregyháziak ezt a változást érezni fogják már ebben az évben. A közműszolgáltató a megye valamennyi településén jelen van, és 282 ezer fogyasztóhoz jut el nap mint nap, derült ki a sajtótájékoztatón. Céljuk az üzembiztonság és a lehető legkevesebb szolgáltatás szünet. A munkálatokról minden esetben 8 nappal korábban értesítik majd a lakosságot, hogy minél kevesebb problémát okozzanak az érintetteknek. Különleges, eddig kihaltnak hitt növényt találtak Újfehértó határában. A kutatók az ezredfordulóig azt gondolták, hogy egyetlen példány sincs már az úgynevezett csipkés gyöngyveszőből, akkor találtak egy bokrot a jásságban. Most kiderült, hogy a nyírségben is van néhány belőle. Az újfehértói növény különlegességét az adja, hogy egy elhagyott temetőben három is megmaradt a gyöngyveszőből. A településen a helyi értéktár része lesz a növény, és gyalogtúrákat is terveznek a régi temetőbe. A jelenlegi nem virágzó állapotában a levele az, ami viszonylag el tudja különíteni. Molnár Attila botanikus mutatja a csipkés gyöngyvesszőt. Közmunkások tisztították a régi temetőt, amikor megtalálták a bokrot. Azonnal szóltak szakembereknek, akik meglepődtek a leleten. A szakkönyvekben ugyanis azt írták róla, hogy kihalt. Úgy vélték, hogy évszázadokkal azelőtt az északi középhegység lábánál volt honos. 15 évvel ezelőtt viszont nem ott, hanem a jásságban bukkantak egy példányra. Legelőször életjelet újra a faj, 2000-ben a Jászság hegyláb felőli határán pusztamonos tornál adott, ott is egy régi temetőben került elő 19. századi sírról. Az még belefért ebbe a képbe, de most ahhoz képest már 200-300 kilométerrel keletebbre járunk, közelebb ahhoz az egyetlen túlélő nagyon kis állományhoz, ami Kelet-Szlovákiában a Bodrog köznek a szélén egy dombon található Király Helmec településnél. Eddig kevesebb, mint 20 példányt azonosítottak Magyarországon. Ezért volt meglepő, hogy Újfehértón rögtön három bokrot találtak. A botanikusok ezekkel a leletekkel cáfolják azt a korábbi elképzelést, hogy a Tiszántúlon nem volt jelen a faj. A település önkormányzata úgy döntött, hogy a különleges és ritka sztyeppei növényt beírják a helyi értéktárba. A tervünk az, hogy egyrészt bekerüljön az értéktárba, másrészt pedig megóvjuk és bemutassuk. Tehát megpróbálunk olyan programokat szervezni, például túrákat, ahol a gyermekek és az érdeklődők megismerhetik majd az értékeinket, a vadast, a szikest, az orhidás rétünket, illetve hát most már ezt a gyönyörűséget, amit itt most megtaláltak. A csipkés gyöngyvesző Magyarországon védett. Természetvédelmi értéke 50 ezer forint. Azt tervezik, hogy kis kerítéssel óvják majd a növényt, és szervezett túrákon mutatják meg azt az érdeklődőknek. Nem érti az MSZP, hogyan szeretne a kormány 1000 milliárd forintot megtakarítani a költségvetésből.
Erről Halmi József, a párt megyei alelnöke beszélt. Hozzátette, nem értenek egyet azzal, hogy a Start közmunka programra az árvák és a rokkantak ellátására jutó forrást is csökkenti a kormány. Halmi József szerint mindez Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét érinti leginkább, itt él ugyanis a legtöbb rászoruló szegény ember. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében pedig a nyugdíjasok nem tudják a gyógyszerüket kiváltani, szerintem az országban is nagyon sok helyen. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 52 ezer forintból élnek közmunkán az emberek nagy része. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a rokkant nyugdíjasok ellátása csökkent, köszönhető ennek a nemzeti kormánynak. Új 10%-os szénhidrát tartalmú kenyeret fejlesztettek ki Nyíregyházán. A részletekről a folytatásban, előtte nézzük a híradó további témáit. A bajnoki cím megszerzéséért és az azzal járó feljutás kiharcolásáért lép pályára a kisvárdai női kézilabda csapat. Rácz Sándor jelenleg harmadik helyen álló együttese az NB1B záró fordulójában az Éllovas Egri Eszterházi Főiskola csapatát fogadja. Három korosztályban több mint 300 fiatal állt rajthoz a Nyíregyházi Városi Stadionban az Atlétika Diákolimpia megyei döntőjében. Cukorbetegek, hiperaktívak és diétázók, figyelem! Itt az új 10%-os szénhidrát tartalmú kenyér. A hosszas nyíregyházi kutatómunkával kifejlesztett kenyér a Lenmag liszten kívül többek között sikért, korpát és magok keverékét tartalmazza. Magas a magnézium tartalma, csökkenti az éhségérzetet. Az újdonság júniustól lesz elérhető. A szénhidrát nem csak hízlal, de akár gyermekkori hiperaktivitást is okozhat, ezért ajánlott a gyermekeknek alacsonyabb szénhidrát tartalmú ételeket enniük. Például ezt a kenyeret, amelyet a Nyíregyházi Egyetemen fejlesztette ki a Start Nonprofit Kft. Támogatásával, a Lenmag liszt alacsony szénhidrát és zsírtartalma miatt, különösen a cukorbetegeknek, magas fehérje tartalma miatt a vegetáriánusoknak is ajánlott ez a kenyér, amely a diétázóknak is nagy segítséget jelenthet. Egy normál kenyér 60-70% szénhidrátot tartalmaz. A fejlesztő munka során törekedtünk arra, hogy cukorbetegeknek, illetve más jellegű diétában lehessen ezt a kenyeret alkalmazni, illetve fogyasztani. Ezért a lehető legkisebb szénhidrát tartalomig lementünk, hogy még élvezhető, formázható kenyérhez jussunk. 10% a szénhidrát tartalom, azt egy független intézet vizsgálta be, tehát nem csak mi, hanem ezt egy akkreditált laboratórium mérte ezt az értéket. Ez a vizsgálat hivatalos eredménye, ezen is jelzik, mindössze 10%-os a kenyér szénhidrát tartalma. A nyíregyházi cég és az egyetem közös céljait, kutatásfejlesztését hivatalosították, együttműködési megállapodást írt alá a társaság vezérigazgatója és az intézmény rektora, ennek értelmében elsősorban egészségmegőrző élelmiszerek fejlesztésében dolgoznak majd tovább, szintén közösen. Mi speciális munkavállalói réteget dolgozunk, és nagyon sok mindenben segítséget kell nyújtani, többeket a táplálkozásban is. Táplálkozásban nem csak annak a rétegnek, aki már munkában áll, hanem ez elkezdődik fiatalkortól, gyerekkortól, és azok a kutatók, akik megkerestek minket, a táplálkozás tudomány szakemberei, azoknak nyújtottunk mi a saját egységeinkben, műhelyeinkben, a szakdolgozókkal segítséget abba, hogy most be tudjunk mutatni a táplálkozás tudomány fejlesztésének azt az első állomását, ami most jogosítványt ad arra, hogy a tudó szakemberekkel fejlesszük ezt tovább. Az éhségérzetet csökkentő magas magnézium tartalmú kenyér júniustól lesz elérhető. Évek óta nincs a keskeny nyomtávú vasútvonalakon közlekedés a megyében, ma azonban láthattak a helyiek egy kis vasutat közlekedni Nyíregyháza és Dombrát között. A MÁV ugyanis gyomírtást végez a sínek mentén minden évben egyszer, ilyenkor a kis vasútról permeteznek a vasúttársaság munkatársai. A bajnoki cím megszerzéséért és az azzal járó feljutás kiharcolásáért lép pályára a kisvárdai női kézilabda csapat. Rácz Sándor jelenleg harmadik helyen álló együttese az NB1B zárófordulójában az Éllovas Egri Eszterházi Főiskola csapatát fogadja. A mérkőzés szombaton 16 órakor kezdődik a kisvárdai sportcsarnokban.
Az utolsó előtti lépést is magabiztosan tette meg a bajnoki cím felé vezető úton a kisvárdai KC. Igaz, a Szent István ese elleni hazai meccsen a hölgyek ráijesztettek Rácz Sándor szakmai igazgatóra, mivel negyed óra elteltével 7-2-re a vendégek vezettek. A Várda azonban rendezte a sorokat, a félidő végén már 15-13-ra vezetett, végül pedig 35-24-re nyertek lévaiék. Mivel az Éllovas Eszterházi és a Kispest is győzött, az utolsó forduló előtt egyszerű a képlet. A Kisvárda Eszterházi meccs győztese a bajnok, döntetlen esetén pedig a Kispest ölébe hullhat az aranyérem. A várdaiak természetesen csak egy eredményt tudnak elképzelni a rutinos játékosokat felvonultató egriek ellen. Hát az ellenfél tudjuk, hogy öröklött már egy NB1-es tapasztalatot, egy NB1-es ritmus, egy NB1-es dinamika jellemzőket, még hogyha néhány játékos cserélődött is azóta. Sok mindenbe össze lehet vetni a két csapatot, ők most a vége felé hibáztak kettőt, mi egy hibánk van, ugye egy gólos. Talán nekik a palettájuk szűkebb, nekünk több játékosunk hazba vethetőbb, hogy hazai pálya, hát mi több meccset buktunk itthon egyel, mint idegenbe. Úgyhogy lehetne latolgatni. Én úgy gondolom, hogy 60 perc vonatkozásába ennek a csapatnak most ezt fel kell dolgozni, ezt a meccset. A találkozó fontosságát jelzi, hogy a szövetség döntése értelmében a legutóbbi férfi magyar kupa döntőn bíráskodó nemzetközi minősítésű Kékes Csaba Kékes Pál páros vezeti a mérkőzést. A találkozó szombaton 16 órakor kezdődik a kisvárdai sportcsarnokban. Három korosztályban több mint 300 fiatal állt rajthoz a Nyíregyházi Városi Stadionban az Atlétika Diákolimpia megyei döntőjében. A győztes csapatok és az egyéni legjobbak május végén Székesfehérváron az országos döntőben képviselik majd Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét. A megye 9 körzetében a selejtezők során legjobbnak bizonyult lány és fiú csapatok mérték össze tudásukat a Városi Stadionban a második, harmadik és negyedik korcsoportos diákolimpia döntőjében. A gyerekek 60 és 600 méteres futásban, távolugrásban, valamint kislabdadobásban vetélkedtek egymással. A szervezők a versenyen igyekeztek kiszűrni az átlagosnál ügyesebb fiatalokat. Természetesen, mint edző, nyitott szemmel járunk, itt főleg a negyedik korcsoportosoknál, akinek a versenye délelőtt folyamán zajlott. Természetesen ki tudunk szűrni néhány gyereket, megpróbáljuk őket, ha lehet, Nyíregyházára integrálni, hogy itt tudjunk esetleg foglalkozni velük. A bui fiúcsapat felkészítője már azt is nagy dolognak tartja, hogy egy kevesebb, mint 200 fős iskolából eljutottak a legjobbak közé. Kicsit behatároltak a körülmények, mert mi egy kisiskola vagyunk, Bújról érkeztünk. 185-en járnak az iskolába, de egyébként úgy gondolom, hogy minden éven, majdnem minden éven sikerül hol a három tusába, hol a négy tusába, hol az ötösába képviselni magunkat itt a megyei döntőn. Igazából innen már nekünk nagy eredmény, hogyha első 6 helyzetben vagyunk, első 6 helyzetet elérjük, itt idén is az a cél, de úgy gondolom, hogy középmezőnyben leszünk az idén is. A negyedik korcsoportban mind a lányoknál, mind a fiúknál a Kisvárda és Somogyi Rezső általános iskola csapata végzett az élen. A harmadik korcsoportos lányoknál a Nyírbátori magyar-angol két tannyelvű általános iskola, a fiúknál pedig a Nyírteleki általános iskola lett az első. A második korcsoportos lányoknál a Nyíregyházi Szent Miklós görög-katolikus általános iskola, míg a fiúknál a Tiszavasvári általános iskola együttese bizonyult a legjobbnak. A győztes csapatok és az egyéni verseny legjobbjai május utolsó hetében a székesfehérvári országos döntőben képviselik majd a megye színeit. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. Kevesebb területen termesztenek repcét és kalászosokat a megyében az aszály miatt. Volt olyan gazda, aki be is szántotta az őszi vetését, annyira silány volt a minőség. Erről a gyulatanyai fajtakísérleti állomás mai rendezvényén szóltak a szakemberek. Itt elhangzott, továbbra is május 17-e a terület alapú támogatások igénylésének határideje. Üzembiztonság és a lehető legkevesebb szolgáltatás szünet. Ezek a főbb céljai annak a több mint 2 milliárd forintos áramhálózati beruházásnak, amit Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a napokban kezdtek el. A legtöbb helyen közvilágítási kábelt cserélnek, valamint kis- és középfeszültségű hálózatot építenek át. Különleges, eddig kihaltnak hit növényt találtak Újfehértó határában. A kutatók az ezredfordulóig azt gondolták, hogy egyetlen példány sincs már az úgynevezett csipkésgyöngyveszőből. Az újfehértói növény különlegességét az adja, hogy egy elhagyott temetőben három is megmaradt a gyöngyveszőből.
A Kölcsei Televízió iradóját látták május 12-én csütörtökön. Friss hírekkel természetesen holnap este is jelentkezünk. Műsorainkat, híreinket addig is megnézhetik honlapunkon. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk esővel, a Kárpát-medence fölé ciklon helyeződik, a nedves levegő miatt több felé számítani kell csapadékra, helyenként jelentős mennyiség is hullhat. A hőmérsékletben viszonylag nagy lesz a különbség a nyugati és a keleti országrész között. Éjjel megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, túlnyomóan borult lesz az ég. Sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatar, a keleti majd a délnyugatira forduló szél megélénkül, időnként megerősödik. Reggelre általában 13 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gyakran lesz erősen felhős az ég, kevés napsütés valószínű, többfelé eső, zápor, néhol zivatar is várható. A délnyugati szél időnként megerősödik, délutánra 19 fokig emelkedik a hőmérséklet, melegfronti hatás van térségünkben. A hétvégén erősen felhős, illetve borult idő lesz a jellemző, és sokfelé számítani kell újabb esőre, záporra, helyenként zivatar is kialakul. Vasárnap délutántól északnyugat felől csökkenni kezd a felhőzet, akkor már inkább csak keleten és délen hullhat csapadék, és estétől a szél is mérséklődik. A jövő hét első felében változóan felhős időre van kilátás, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, elszórtan záporokkal. Egyre hidegebbek lesznek az éjszakák, gyengül a nappali felmelegedés is. A jövő hét első napjaiban a csúcsérték mintegy 6-7 fokkal elmarad a sok évi átlagtól.